Kedves hallgatók, sokan azzal a panasszal fordulnak hozzám, hogy elmondják az igazságot, és senki sem hisz nekik. És azt adta a Jóisten, a jókedvű Jóisten, hogy ebben a videóban próbálj meg ezt a kérdést megválaszolni az ő segedelmével, hogy minek köszönhető az, hogy valaki mondja az igazságot, és senki sem hisz neki. Megkérlek szépen, kapaszkodjál meg, mert a válasz egy picit sokkoló, szembesítő, de viszont ugyanakkor ébresztő, megelevenítő. Tehát lehet, egy picit fájó lesz a válasz a kérdésre, de viszont, hogyha van benned alázat, és megérted azt, amit most hallani fogsz, akkor meg fog változni talán ez a helyzet, hogy nem hisznek neked, amikor az igazságról beszélsz. Ebben a videóban arra a kérdésre, hogy miért nem hisz senki sem neked, egy másik kérdéssel fogunk válaszolni. Egy másik kérdéssel. Ez a kérdés a következőképpen hangzik. Hol született a te véleményed? Hol született a te igazságod? Emlékszel-e a te igazságodnak, a te véleményednek a születési helyére? Ha kellő önkritikával tudsz válaszolni erre a kérdésre, és őszinteséggel, teljesen biztos, hogy meg fogod érteni azt, hogy miért nem hisz senki sem neked. Hol született a te véleményed? Hol született a te igazságod? Kedves hallgatók, mint tudjuk, elég borús felhők gyűltek az emberiség fölé. Komoly problémák vannak. Az emberek tömegessével menetelnek a szakadék irányába. És azok, akik valamelyest hallották, vagy ismerik az igazságot, vagy hallottak róla, egyszerűen nem tudják azt kommunikálni embertársaikkal. Valami hiányzik az ő igazságokból, az ő véleményükből, és nem tudnak hatást gyakorolni embertársaikra. Mint mondtam, a válasz arra kérdése, hogy miért nem hisz senki sem neked, abban a kérdésben rejlik, hogy hol született a te véleményed. Sok emberrel találkozok, aki nem hisz a vírusban. Sok emberrel találkozom, aki nem fog oltatni, nem akar oltatni. Sok emberrel találkozom, aki nem hisz a rendszerben. Kedves ragadók! Sok emberrel találkozom, akinek vannak különböző indokai és véleménye arról, hogy miért hazugság a COVID, miért hazugság a vakcina. És próbálnak ők is hatást gyakorolni az embertársaikra, de nem tudnak, mert hogy igazából senki sem figyel rájuk. Senki sem akar hinni nekik. Nem tudják, hogy miért. Azért, kedves hallgatók, mert a legtöbb embernek még mindig, akit nem emészett fel a hazugság, akik nem vették be teljes mértékben ezt az őrültséget, ezt a hazugságot, a legtöbb embernek a véleménye és a látása és az igazsága más emberektől származik. Más emberektől származik. Nem az igazság forrásából, egyenesen a Jóistentől, hanem más emberektől származik. Sok ember, aki nem hisz a vírusban, nem hisz az oltásban, vagyis nem hisz az rendszernek a hazugságaiban, alternatív hírekkel próbálja alátámasztani az ő álláspontját. Hogy a másik tudós azt mondta, hogy az valójában nem így jött, nem ott született a vírus, nem így született, hanem amúgy. A statisztikák ezt mondják, meg Svédországban ezt mondják. Addig, amíg te ilyen érvekkel jössz, amíg ilyen érvekkel próbálsz kiállni az igazságért, addig ne várd azt, hogy hinni fognak benned az emberek. Amíg te egy másik embert idézel, hogy alátámaszt azt,
hogy a vírus hazugság, hogy az emberiség be van etetve. Ne várd azt, hogy hinni fognak benned az emberek. És elmondom, hogy miért. Azért, mert hazugságban vagy. Te sem vagy, tehát senki nincs igazságban, aki nincs teljes igazságban. Mindenki hazugságban van, aki nincs teljes igazságban. Mindenki hazugságban van valamilyen mértékben, aki nincs teljes igazságban. Ez a lényeg. Te is hazugságban vagy. Hazugságból beszélsz. Van igazság abban, amit mondasz, de mégis hazugságot mondasz, mert egy másik embert idézel, egy alternatív tudóst idézel, egy másik statisztikát idézel, hogy meggyőzd az embertársadat arról, hogy hazugság a Covid, és őrültség és gyilkosság a vakcina. Ezért nem hisz senki sem neked. Ezért. Mert még te sem merítkeztél be az igazságba. Abba az igazságba, amit az Úristen kijelentett az emberiség számára. Még te is emberekből szólsz. Te is olvastál valamit a Facebookon, a YouTube-on, hallottál valamit, egy alternatív véleményt. És nem érez zsebszart. Amikor elmondod, meghallgatják illemből, de senki sem fog inni neked. Senki. Senkit nem fog tudni meggyőzni arról, hogy őrültség, ami a világban történik, hazugság, ami a világban történik. Miért? Mert te emberektől szólsz, a Facebookról szólsz, a YouTube-ról szólsz, a Google-ből szólsz, a statisztikákból szólsz. Erőtlen a szavad, nem mondasz semmit, beszélsz, de nem mondasz semmit. Hol született a te véleményed? Hol született a te vírustagadó, szkeptikus véleményed? Melyik YouTube csatornán született? Melyik hírportálon? Melyik alternatív hírportálon? Melyik összeesküvés elméletből született a véleményed? Emlékezz vissza, hogy honnét származik a te álláspontod, a te állásfoglalásod, a te látásmódod. Honnét származik? Fentről, a mennyek országából, az élő Istentől, a lélektől, vagy egy másik embertől, egy másik tudóstól, egy másik orvostól, amíg emberektől szólsz, amíg emberektől származik a te véleményed, addig te ne várd, hogy valaki hinni fog neked. Nincs ahogy, higgye neked bárki is. És akkor most mutassam meg, hogy hogyan is lehetne a te véleményed. Hogyan tudnál te hatást gyakorolni embertársadra, hogy megmeneküljön a szerencsétlen. Így. Azt mondatik Jézusról, hogy is elálmélkodának az ő tanításán, mert úgy tanítja vala őket, mint akinek hatalma van. És nem úgy, mint az írástudók, akik olvastak valamit a Facebookon, a Google-ben, a világhálón, ami ellenkezik a főáramú médiával. Hányszor mondtam már, hogy a főáramú média és az alternatív média ugyanabból a forrásból származik. Az összeesküvés elmélet, az alternatív média, a vírustagadók médiája, a vírusszkeptikusok médiája ugyanabból a forrásból származik, mint a főáramú média. Lenti forrásból. Emberi vélemény, ömlengés az egész. Indulatok, emberi agyalásból származik. Az emberi komfortzóna megvédésének az akarásából származik. A legtöbb vélemény, na ezért nem hisz senki sem neked. Ezért. Nem lettél gyermek. Nem vagy gyermek. Nem vagy Isten gyermeke. Hallottál Istenről, de még mindig tele vagy véleményekkel. Vírusok mindig is voltak, vannak és lesznek. Honnét származik? Te gondolkozol-e azon, valaha gondolkodtál-e azon, hogy honnét tanultad meg azt, hogy vírusok voltak, vannak és lesznek a jó Istentől?
A Bibliából? Az evangéliumból? Nem hiszem. Nem hiszem. Ugyan lebukott a sátán. Lebukott az ördög. Honnét származik a te véleményed, kedves barátom? Emberektől. Akár tőlem. Akár az én YouTube csatornámról. És ezért erőtlen. Erőtlen. És elálmélkodának az ő tanításán az emberek. Mert nem úgy tanítja vala őket, mint az írástudók, hanem úgy, mint akinek hatalma van, kedves agatók. Amikor kapsz hatalmat, akkor fognak hinni benned az emberek. És akkor fognak ők megszabadulni, amikor kapsz hatalmat. És amikor nem csak beszélsz, hanem mondasz is valamit. Amikor erő és hatalom van a te szavadban, mert te nem egy emberi véleményből beszélsz. Nem a Facebookról beszélsz, nem a YouTube-ról beszélsz, nem a Google-ből, a világhálóról beszélsz. Hanem az élőadásból, az Istened hangjából, az Istened szavából beszélsz. Erővel és hatalommal. És aki azt hallja, megérintődik, és elgondolkodik, és vágyik arra, hogy ő is Istenhez forduljon, hogy ő is kapjon gyógyírt az ő szemeire, hogy meglássa, hogy mi folyik a világban, és hogyan lehet attól megszabadulni, amiben belekerült az emberiség. Addig nem fognak hinni. Addig senki sem fog hinni neked, mert erőtelen te beszédet. Hogyan is lenne erős a te beszéded, ha a te beszéded más emberektől származik, és nem a jó Istentől, nem a hatalmas Istentől, az ég és a föld teremtőjétől? Hogyan lenne hatásos a te beszéded? Sehogy, nincs ahogy. És azok, akik téged hallanak, kedves agató, ők inkább hisznek a hazugságban, a főáramú médiában. Elmondom, hogy miért. Azért, mert amit te mondasz, az is hazugság, féligasság, nincsen benne erő, nincsen benne hatalom. Amit a média mond, az is hazugság. De viszont abban van erő. Miért? Azért, mert az profi hazugság. A tiéd amatőr hazugság. Neked egy amatőr véleményed van, amatőr hazugságod van. Nem akarsz hinni a vírusban, mert nem akarsz maszkot hordani, mert nem akarsz oltást, de még mindig nem találkoztál az élő Istennel. És még mindig nem az ő erejéből beszélsz. És még mindig nem az ő lelkéből beszélsz. Ezért nem hisznek benned az embertársaid, neked. Ezért. Mert azt hallják, hogy ez is egy vélemény. Hát ez a Géza is mond valami véleményt, ugye? Mint a Euronews, vagy a Duna TV. Vagy az M1. De az ő véleményük az profibb, mint a Gézáé, vagy mint a Gipsziakabé. Érthető? Na ezért nem hisz senki sem neked. De viszont, kedves hallgató, de viszont, ez az örömhír, ha te valóságosan találkoztál az élő Istennel, és ő tanít téged, és ő adja neked a mindennapi kenyeret, a mindennapi eledet a lelkednek, a mindennapi bölcsességet, na akkor már lesz erő és hatalom a te szavadban, és sokan hinni fognak neked. És annak az a bizonyítéka, hogy ők is Istenhez fordulnak, hogy Isten által legyenek ők is tanítva, ne a Facebook által, ne a Google által, drága embertársam. Remélem, hogy érthető. Remélem, hogy nem sértődtél meg, mert boldog az az ember, aki hallott ezt a hanganyagot, és nem sértődött meg, hanem magára ismert, hogy igen, tényleg, az én véleményem, az én álláspontom, az egy alternatív álláspont. Egy mit tudom, egy másik professzortól, Tamasi Józseftől, vagy Bodó Attilától, vagy akárkitől, Pócs Alfrédtől, ugye? Ők az alternatív média most Magyarországon. Az emberek nekik hisznek, és azt terjeszgetik egymás között. De kedves hallgatók, az nem igazság. Még az sem igazság, amit én mondok. Érthető a lényeg. Még az sem igazság, amit én mondok. Az igazság az, amit te személyesen hallasz. Amit te személyesen kapsz az élő Isten kezéből, az az igazság. Na, abban lesz erő, abban lesz hatalom, és abban lesz megváltás azok számára,
akik meghallhatják az igazságot. Ugye érted, hogy miért nem hisz senki sem neked? És ugye érted, hogy hogyan fog hinni majd egy néhány ember neked a te szavadra? Úgy, hogy a te szavad már nem emberektől van, nem tőlem van, nem más emberektől van, hanem egyenesen az élő Istentől, az égből, a mennyek országából szállt alá. Akkor fognak hinni neked az embertársaid, és egy néhányan meg fognak menekülni, nem mindenki sajnos. Hol született a te véleményed? Te hol születtél? A te igazságod hol született? Mert ha a mennyek országában a tökéletes Istentől van a te véleményed, a te szavad, akkor hinni fognak neked. Ha megtudtad, hogy mi az, hogy újjászületés, és ha újjászülett, ha újjászülettél, vagy újjászületsz Isten kegyelméből, a Krisztus beszéde által, na akkor tudni fogod, hogy különbség van az emberi szó és az isteni szó között. És az isteni szóban erő van, és hatalom van, aminek hatására ugye az emberek megszabadulhatnak. Jézus egyértelműen elmondta, hogy aki megismeri, megérti és megszereti az ő tanítását, ami le van írva négy evangéliumban, annak az embernek az Úristen úrá lesz az ő életén. Adja neki a mindennapi kenyeret, a tanítást, az erőt, a hatalmat, annak továbbadására. És azt az embert az Istennek a lelke, ugye a Szent Lélek, így fogalmaz Jézus, megtanítja mindenre, és ezébe juttatja mindazt, amit Jézus mondott. És abban erő van, hatalom és gyógyulás, és hinni fognak neked az embertársaid, meg is gyógyulnak, és meg is szabadulnak. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!